Egy állami gondozott gyermek napi ellátására 471 forint jut. Ebben ritkán fér bele az édesség, a játék, a könyv, egyáltalán az ajándék. Ezért is gondolta úgy a városvezetés, hogy létrehozza a Fehérvár Angyalai programot, amelynek során a városban működő cégek és maga az önkormányzat is megajándékozza a rászorulókat. Pontosan tudjuk, hogy a mai gazdasági helyzetben az intézményeknek nagyon szűkös a forrásuk, amik rendelkezésre áll, és ezért nagy dolog, hogy most közel 3 millió forint jött össze magánszemélyek, cégek és az önkormányzat felajánlásából, hogy a állami gondozott gyerekeknek tegyük szebbé az ünnepét. Az adomány 104 gyermek karácsonyát tette szebbé, ők a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ ellátottjai. Mindegyikünknek voltak titkolt vágyai, tervei, elképzelései arról, hogy milyen meglepetést hoz a Jézuska, és a gyermek lelke az, ami itt most majd megcsendül, és a várakozó tekintetekben kifejezésre jut, hogy vajon milyen ajándék is lesz az, amivel őket most meglepik a rendezvény szervezői és az adományozók. Volt karácsonyfa és torta is, a zenéről és az ünnepi hangulatról pedig a Herman László Zeneiskola diákjai gondoskodtak.